A nevem Dr. Roboz, a gyermekek orvosa és tanítója, vagyis mindenkié. Mert lelkében minden kis teremtmény gyermek. Gyermek lesz, gyermek van, gyermek volt az összes kis helytelenkedése. Ugye? Egy abszurd fekete humorral teli Rémvarieté bemutatójára készül a Jászai Mari Színház Tatabányán a hétvégén. A Jó gyerekek képes könyve című darab a sokak által jól ismert szülői intelmeket csokorba kötve próbál választ találni a gyermeknevelés sokszor cseppet sem egyszerű kérdéseire. A darab egy német pszichiáter Heinrich Hoffmann saját gyermekének írt mesekönyvéből készült. A történet füzér arról szól, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket, illetve mi minden történhet velük, ha nem fogadnak szót. A műfaji meghatározása sem egyszerű, hiszen a musicalre és a zenés játékra jellemző tulajdonságok is fellelhetők benne. Junk opera, igazából nem opera, de mégse. Tehát ugye a musical és a zenés játék között van félúton, és a magyar változatának az a címe, hogy Jó gyerekek képes könyve. Tehát gyakorlatilag ilyen különálló történetek egy konferenciéval összekötve, tehát senki ne várjon egy nagyon nagy az egybefüggő történetet, hanem inkább ilyen sötéten vicces jelenetek egymás utánja arról, ahogyan a rossz gyerekek pórul járnak. Nézzétek csak, és csodálkozzatok! A már elhozott ide az apusotok meg az anyusotok, mert hazavisz az nem biztos. Ugyan? Tréfa volt tisztelettel! A nagy színpadra álmodott díszlet horrorisztikus hangulatot kelt, amihez persze a színészek jelmeze is sokat hozzátesz. Egy picit ilyen expresszionista, elrajzolt világ, tehát hogy picit ilyen gyerekhorror, hogyha fogalmazhatok egyszerűen. És hát ennek megfelelő a díszlet is, és a jelmez is. Király Attila apusunk szerepében látható, a jómódú családfő görbetükröt mutat a mai gyermeknevelésről, hiszen ami hibát egy szülő elkövethet, azt apusunk el is követi. Én is össze vagyok, várandós lévemre. Talán nem tudott úszni, szegény. Hát miért nem tudott úszni? Konkrétan én sem tudom. Az más, de egy fájdalomtól megtört anya vagy. Na, na. Tudott az úszni. Ne félj. Vagy talán meg volt átalkodva, hogy nem tud. Nem volt neki ideje rá. Amint leér, már kész vége volt, pacska, pesztoló lesz. Ez a vége annak, aki ábrándozik. Amikor ugyanitt ugyanebben a teremben elolvastuk az olvasópróbán ezt a színdarabot, akkor én nagyon meg is voltam illetődve, hogy nagyon kétdimenziósnak éreztem én ezt a szerepet, és most rendkívül élveztem az utolsó, nem tudom, egy-két hetet, a próbák utolsó egy-két hetet, tényleg, mert nem gondoltam, hogy lehet embert játszani abból, ami le van írva ebből a plakát fiúból, de a Rémus segítségével, meg hát az anyagség, szóval végül is azt gondolom, hogy egy embert játszom, nem gondolom, hogy egy szimpatikus ember lenne apusunk. Azt hiszem, hogy apusunk minden olyan hibát elkövet, amitől nekem ugye 4 lányom van, 4 gyerekem van, amitől az ember retteg, hogy ő maga is elköveti, és apusunk mindezt a legnagyobb magabiztossággal teszi. Azt hiszem, örülhetek, hogy nem az én apukám. Aki nevelt már gyermeket, így vagy úgy magára ismerhet a darabban, amely nem szűkölködik a fekete és abszurd humorral sem. A Parti Nagy Lajos átiratából született Jó gyerekek képes könyvének bemutatója szombat este lesz a Jászai Mari Színház nagy színpadán.